mindennapi céges munkák mellett én állandóan pályáztam, valahogy valami kóros elmeállapot alakult ki bennem, mert állandóan figyeltem, hogy hol jelenik meg egy tervpályázati felhívás, és azonnal mentem, kiváltottam, és járt az agyam rajta. Aki ezt műveli, az nem nélkülözhet egy bizonyos fokú megszállottságot. Becsvágy kell hozzá, mint egy sportoló, aki ha nem akar olimpiai bajnok lenni, akkor mi a fenének kezd el, minek kínozza magát az edzésekkel. Ez a városnak a főtere, itt egy zárt télfalra van szükség. Ugyanakkor egy ilyen közintézmény, aminek nagy tömegforgalma nem képzelhető el úgy, hogy egy bejáraton be lehet menni, tehát valamiféle nyitottság, egy ilyen beszívó erő kell egy ilyen épületnél. És én akkor úgy gondoltam, hogy csinálok egy keretet, egy térfal keretet, ami zár is egy térfalat, ugyanakkor egy ilyen diffúz áteresztő térfallá alakítható, egy ilyen reprezentatív lépcsősoron a második emeleten lehet igazából a előcsarnokba bejutni, és a színpad végétől a gyönyörű parkra ezt a külső meg a belső tér lényegében egy ilyen folyamattá válik. Ennek nagyon örültem, mert ez a Nemzeti Színház építés leállítása után jutott hozzám ez a munka, és hát én itt nagy bizonyítási vágy volt bennem, illetve úgy éreztem, hogy én abba hagyom ezt a szakmát, és ez a ház hozott vissza igazából, hogy ez úgy helyre tette az önbizalmamat. Hát ez egy kényszer dolog volt, de nagyon jó kényszer, amikor egy meglévő régebbi környezetbe kell valami mai szellemű épületet valahogy szellemi értelemben is szinkronba hozni úgy, hogy megtartsa. Tehát nem utánzó módon, másolással, a régi stílust utánozva alkalmazkodni, hanem pont azt a feszültséget kihasználni, hogy van egy gyönyörű meglévő épület, a saját kora jegyeit viseli magán, amihez én nyúlok, az a mai kor jegyei szerint épül, felfogása szerint épül, és ez a kölcsönös viszony, én úgy érzem, hogy felértékeli egymást, az új, a régit, a régi, az újat, és az illeszkedés az nem a másolásban rejlik, de rendkívül sok építészeti előnye van. Ilyenkor az ember visszafoghatja magát, mert egy olyan relációba kerül a két épület, ami mindenfajta ilyen spekulatív, kiagyalt formáknál többet jelent. Ugye egy hosszú lineáris szerkesztési hosszú épület, ott a túloldalon a Bodrog parton van egy acél szerkezetű kősurrantó, úszályokat töltenek fel kövekkel, az ilyen formai inspiráció is volt. Hát egy ilyen hosszú ház, ami végig kihasználja az egész telekhosszat, ami nyílik a Bodrog közfelé, mint egy tártott száj. És mivel itt időnként sokan összejönnek a családomból, hogy legyen megfelelő mennyiségű hálóhely, ezért sátrak helyett ez a két ilyen természetes forma, ami a gubacsdarázsnak, vagy krumplira, vagy sok mindenre asszociálhat. Hát nevezik az erre járók elég sokféleképpen. Nézték benzinkútnak is. Ez igazából saját használatra készült valami. Nekem is nagyon meglepő volt, hogy a fenébe az ember százszámra tervezett házakat, hát annak nyilván egy nagyon pici része valósult meg, hogy az úgy háttérbe szorul, és egyszer egy ilyen pillanat alatt beugró valami meg az emberre egész életét meghatározó jellemzőjévé válik.